Első pillantásra akár egy hollywoodi dráma jelenetei is lehetnének azok a képek, amik péntek este óta láthatók a Grand Café falán. Csak hogy ezek főként Röszkén, Hegyeshalomnál Zsámbékon és a budapesti keleti pályaudvaron készültek tavaly nyáron. Turai Balázs fotóművész olyan pillanatokat, arcokat, élethelyzeteket igyekezett megörökíteni a legnagyobb menekült krízis idején, amikkel a hírműsorokban nemigen találkozhattunk. Ugye egy keresztmetszetet próbálok megmutatni abból az anyagból, ami készült. Nyilván ez nem egy teljes anyag, és azokat a legfontosabb képeket tegyük ki erre a kamara kiállításra, lehetőséget adó helyre, amikből azért érzékelhető az, hogy mi az, ami történt, és mik azok a dolgok, amiken ők átmentek, és amiket megtudhatunk az ő történeteiken keresztül róluk. Valamennyire rólunk is, de alapvetően róluk. A kiállításhoz kapcsolódva az alkotó előadást is tartott a művészmoziban, inspirációiról, élményeiről és a dokumentarista fényképészetről beszélt a hallgatóságnak, és még több képet mutatott. A kamaratárlatot a menekülteknek segítséget nyújtó Mixol Szeged csoport egyik alapító önkéntese nyitotta meg, akinek szerepe volt abban is, hogy a képek Szegeden is láthatók legyenek. Kékesi Márk feldobta ezt az ötletet, vagy egyszer csak egy beszélgetés során szóba került ez. És aztán én így fontolgattam azt, hogy ez hogy legyen, és volt egy budapesti kiállítás is, aminek egy páros kiállítás, és Déri Miklóssal, és annak a saját részét hoztam el ide, amit kiegészítettem a portréimmal. A kiállítás megnyitójára teljesen megtelt a kávézó, sokan jöttek azok közül, akik a nyáron segítőként is ott voltak a menekült krízis Szeged környéki helyszínein. Turai Balázs fotóit egy hónapon át lehet megnézni a Grand Caféban.